Meséld el a történeted Reader's Digest verzióját. Nos, 2006. február 2-a lett volna életem utolsó napja. Ha az orvosoknak igazuk lett volna, akkor most nem ülhetnék itt és beszélgethetnék. Mert azon a napon kómába estem, végstádiumos rákom volt, és a szerveim leálltak. 4 éve voltam rákos. Limfómám volt, Hodgkin limfóma, ami 4 évvel korábban egy dudorral a nyakamon kezdődött. A 4 éves időszak alatt a rák szétterjedt az egész nyirokrendszeremben, és áttétek keletkeztek. Tehát 2006-ra több daganatom volt, néhány közülük citromnagyságú, a koponyám aljától kezdve, körbe a nyakamon, a karjaim alatt, a mellkasomon, végig le a hasfalamon. Nyílt sebek voltak rajtam, ahol méreganyagok szivárogtak ki a szervezetemből. De ekkora a testem is abba hagyta a táplálék felszívódását, ezért a súlyom kb. 86 font volt. Az izmaim teljesen elsorvadtak, nem tudtam már járni. Vagy tolókocsiban voltam, vagy feküdtem. De a tüdőm folyadékkal volt teli, ezért akárhányszor lefeküdtem, minden alkalommal ettől a folyadéktól fuldokoltam. Tehát a fejem mindig alá volt támasztva. Ha felültem, annyira nem volt erőm, hogy a nyakam nem bírta megtartani a fejem, ezért az mindig lógott. Így. Óriási fájdalmak és kellemetlenségek között voltam. 2006. február 2-án annyira gyenge voltam, hogy a szerveim elkezdtek egyenként leállni, és kómába estem. Az orvosok azt mondták a családomnak, hogy azt a napot sem fogom már túlélni, többé már nem jövök ki a kómából, és azok az utolsó óráim. Ahogy ott feküdtem a kómában, a kórházi ágyon, és az orvosok körülöttem rohangáltak, a nővérek csöveket szúrtak a vénámban, a családom sírt és össze volt zavarodva, eközben körülöttem senki sem tudta, hogy én igazából teljesen tudatában voltam annak, hogy mi történik. Annak ellenére, hogy kómában voltam. Tehát annak ellenére, hogy a fizikai testem kómában volt, és a fizikai szemeim csukva voltak, valójában mindent láttam és hallottam, ami a fizikai testem körül történt. Úgy éreztem, hogy többé már nem vagyok a testemben. Olyan volt, mintha kívül lettem volna, és láttam a testemet abban a kórházi ágyban fekve. De amire a legjobban emlékszem az az, hogy mennyire elképesztően éreztem magam. Többé már nem voltam a testemben, a fájdalom elmúlt. Az összes kellemetlenség, amit éreztem azokban az években, mind elmúlt. Az összes félelem, a félelem a ráktól, mind elmúlt. Csak ezt a legcsodálatosabb, felszabadítóan könnyű érzést éreztem. Ezt sosem éreztem korábban a fizikai testemben. Emlékszem arra is, hogy úgy éreztem, teljesen szabad vagyok, és ez annyira erőteljes érzés volt. Csodálatosnak és minden hitet felülmúlóan erősnek éreztem magam. Erősebbnek, mint valaha is éreztem, amikor a fizikai testemben voltam. Hihetetlen érzés. Úgy éreztem, mintha bele lennék burkolva a feltétel nélküli szeretet takarójába. Ez olyan szeretet volt, amit korábban sosem éreztem a fizikai testemben. Ez volt a legcsodálatosabb, gyönyörű érzés, amit a mi nyelvünk szavaival le sem lehet írni. A feltétel nélküli szeretet szavait használom, de még ez is csak nagyon gyenge ahhoz képest, amit igazából éreztem. Olyan volt, mintha csak szeretve lennék, azért, mert létezem. A fizikai életben mindig meg kellett dolgoznom azért, hogy szeressenek, vagy hogy érdemesnek, vagy méltónak érezzem magam. De abban a birodalomban olyan volt, mintha szeretve lettem volna, bármi történjék is. Csak úgy szeretve voltam. Aztán egy olyan birodalomba mentem, ahol felismertem az elhunyt apámat.
Az apám körülbelül 10 évvel ezelőtt hunyt el, és tudtam, hogy azért van ott, hogy átsegítsen engem a folyamatom. És azt éreztem, ahogyan találkoztam az apámmal, hogy tényleg velem volt a betegségem ideje alatt. Amikor felnőttem, apámnak és nekem elég viharos kapcsolatunk volt, mert a szüleim indiaiak, de én Hongkongban nevelkedtem fel, brit iskolában jártam, tehát én többféle kultúrának voltam kitéve. A szüleim a hindu értékeik szerint akartak nevelni, tinédzserként és fiatal nőként fel akartak készíteni egy elrendezett házasságra, ami a mi kultúránkban teljesen normális. De mivel én egy olyan iskolában nevelkedtem, ami brit értékrendszer szerint tanított, ezért nem akartam egy elrendezett házasságot, és lázadtam az értékeik ellen. Ahogy felnőttem, a tinédzser éveim végén és a 20-as éveim elején folyamatosan azt akarták, hogy férfiakkal találkozzak az elrendezett házassági helyzetekben. Én lázadtam ellene, harcoltam ellene, de végül feladtam, mert az összes barátom megházasodott ugyanilyen módon, és kezdtem azt érezni, hogy velem van valami baj. Tehát feladtam. Beleegyeztem az elrendezett házasságba, eljegyeztek, néhány hónapja voltunk egyesek, de az esküvő előtt 3 nappal rájöttem, hogy én ezt nem tudom megtenni. Rájöttem, hogy nem tudok az a nő lenni, akit a vőlegényem és a családja elvárta, hogy legyek. Tehát 3 nappal az esküvő előtt elmenekültem. Ezzel nagy szégyent hoztam a vőlegényem családjára és a saját családomra, és a kultúrám teljesen kiközösített. Ez egy óriási dolog volt, amit tettem, és a közösségemből mindenki azt mondta a családomnak, hogy azok után, amit tettem, egyetlen indiai férfi sem venne feleségül, és egyetlen szülő sem hagyná, hogy a fia megközelítsem, vagy feleségül vegyen amiatt, amit tettem. Tehát a szüleim természetesen nagyon szégyelték magukat. A szüleimet ebbe a szörnyű helyzetbe kellett hoznom. Tehát amikor az apám elhunyt, ami azelőtt volt, hogy tényleg férhez mentem Dennyhez, mindig az az érzésem volt, hogy becsaptam őt, csalódást okoztam, és hogy sosem voltam az a fajta lánya, akit ő szeretett volna, hogy legyek. És most itt voltam vele a másik birodalomban. Az ő eszenciája és az enyém, és minden, amit felőle és felé éreztem, csak tiszta, feltétel nélküli szeretet volt. Nem volt ítélkezés a részéről, semmiért, amit tettem. És miközben ott voltam ebben a birodalomban, rájöttem, hogy ha meghalunk, akkor nem csak a fizikai testünket hagyjuk magunk mögött, hanem a nemünket, kultúránkat, fajunkat, vallásunkat, és az életünk során felhalmozott minden programozásunk rétegét és szűrőjét. Minden hátra marad. Mindez a fizikai élet része, nem pedig a halál birodalmának a része. Tehát, ha mindez hátra marad, akkor mi az, ami át kell? Rájöttem, hogy ami át kell, az a tiszta lényünk. Nevezhetjük tiszta lénynek, tiszta szeretetnek, tiszta Istennek, bárminek, aminek szeretnénk, de mindegyik ugyanaz a dolog. És rájöttem, hogy itt a másik birodalomban, itt az én tiszta lényem, és az apám tiszta lénye, és egymással kommunikálunk. És amikor a tiszta lényel kommunikál, akkor nincs helye félreértésnek. Az ego nem vesz részt ebben. Olyan volt, mintha az ő lénye és az én lényem összeolvadt volna. Mindent tudtam, amit akart, hogy tudjak. Azt akarta, hogy tudjam, hogy feltétel nélkül szeret, és amennyire a kultúrám áldozata voltam a fizikai életben, ugyanannyira volt ő is az áldozata annak a kultúrának, és csak azt
tette, amit hitte, hogy elvárnak tőle. Sosem akart akkora nyomást gyakorolni rám. Abban a pillanatban tudtam, hogy amint átkelünk, minden, amink van, és minden, amik vagyunk, feltétel nélküli szeretet. Abban a pillanatban éreztem, az apám azt akarja, hogy tudjam, hogy ez még nem az én időm, de egyik részem se akart visszatérni abba a fizikai testbe. Az a test haldoklott, tehát itt akartam maradni ebben a birodalomban, tovább akartam menni ebbe a birodalomba. Annak ellenére, hogy tisztában voltam vele, hogy az anyám és a férjem figyel, össze voltam zavarodva. Elkülönülve éreztem magam tőlük, mert az idő nem lineáris ebben a birodalomban. Olyan, mintha amit mi érzünk, az több évnyi idő lenne ebben a fizikai birodalomban. Úgy éreztem, hogy ebben a birodalomban ez egy pillanat alatt elmúlik. Olyan, mintha az egész időnek egyszerre tudatában lettem volna. Tehát tudtam, hogy újra egyesülni fogok a családommal. Tovább akartam folytatni ennek a birodalomnak a felfedezését, aztán felismertem a legjobb barátomat, aki 2 évvel ezelőtt halt meg. Tudtam, hogy ő is ott van velem. És ismét minden, amit felőle éreztem, csak tiszta, feltétel nélküli szeretet volt. Úgy éreztem, mintha körbevennének szerető lények, és nem ismertem fel mindennyiukat, csak azt éreztem, hogy mindazért vannak ott, hogy segítsenek nekem. A feltétel nélküli szeretet, amit éreztem, olyan volt, mintha az egész univerzumból jött volna. Nem olyan volt, mintha lenne egy lény, egy konkrét lény, akit Istennek mondanék, aki szeret engem. Valójában arra ébredtem rá, hogy amit korábban egy tőlem különálló Istennek éreztem, azaz Isten ebben a birodalomban nem tőlem különálló. Valójában beleolvadtam az egészbe, és valójában azzá váltam, amit Istennek érzékelnék. Rájöttem, hogy mikor meghalunk, minden egyes ember egybeolvad azzal, amit mi Istennek tartunk. Tehát mindannyiunk valójában az Isten kifejeződése. Az Isten a szemünkön keresztül, az életünkön keresztül fejezi ki magát. Mi mind az Isten kifejeződései vagyunk. Én is felismertem a dolgokat, amik történtek a fizikai testemmel a szobában. Úgy éreztem, hogy ahová helyezem a figyelmemet, ott vagyok. Ha a családtagjaimra helyeztem a figyelmemet, akkor ott voltam velük. Ha az elhunyt szeretteimre helyeztem a figyelmemet, akkor ott voltam velük. És tudatában voltam annak, hogy a bátyám, aki Indiában élt akkor, amikor ez történt velem Hongkongban a kórházban, megtudta, hogy haldoklom, és kétségbe esettem, próbált feljutni egy repülőre, hogy elérjen, mert velem akart lenni, mielőtt tényleg meghalok. Emlékszem az érzésre is, hogy életben kell maradnom legalább addig, amíg odaér, mert tudtam, hogy beleőrült volna, ha meghalok, mielőtt odaér. Tehát emlékszem az érzésre, hogy életben kell maradnom legalább, amíg odaér. Tisztában voltam más életekkel is, amelyeket megosztottam a bátyámmal, és nagyon védelmezőnek éreztem magam vele, és az érzéseivel kapcsolatban, mert tudtam, hogy korábban már más életeket is megosztottunk. Rájöttem, hogy a férjem Danny és az én célom összekapcsolódik. Láttam, ahogy ott ül a kórházi ágyam mellett, és fogja a kezem. Az egész idő alatt egyszer sem ment el mellőlem, fogta a kezem, és azt akarta, hogy térjek vissza. Tudtam, hogy ha meghalok, valójában 6 hónappal vagy 1 évvel később valószínűleg ő is követni fog, mert nem fogja tudni beteljesíteni a célját. De számomra ez nem tűnt rossz dolognak, mert ha elhunyna, akkor csatlakozna hozzám a másik birodalomban. Ez alatt végig éreztem, az apám arra bátorít, hogy térjek vissza. Folyamatosan azt mondogatta nekem, hogy a célom még nincs beteljesítve, vissza kell mennem. Nem értettem, miért akarja, hogy visszamenjek, hiszen a testem beteg volt és haldoklott. Szenvedtem, a családom is szenvedett.
De aztán ezen a ponton olyan volt, mintha elértem volna a teljes, egész világosság állapotát. A világosságnak ebben az állapotában megértettem, hogy miért lettem rákos. Megértettem, hogy az összes döntésem és választásom, amelyet addig a pontig meghoztam az életemben, hogyan vezetett oda, hogy ráktól haldokolva feküdjek abban a kórházban. Úgy éreztem, hogy most már tudom az igazságot, miért van rákom, és tudom az igazságot, hogy ki vagyok valójában. Ha úgy döntök, hogy visszatérek a testembe, akkor meg fogok gyógyulni. Aztán azt éreztem, hogy elértem a pontot, ahol ha tovább megyek, akkor nem leszek képes visszafordulni. És éreztem, hogy az apám azt mondja, eddig tudsz menni. Ha tovább mész, a halálbirodalmába érsz, ahonnan nem tudsz visszafordulni. Nem volt ellenére, hogy tovább menjek, de aztán az apám azt mondta, a másik oldalon vár néhány ajándék, ha úgy döntök, hogy visszatérek az életbe. Ha nem térsz vissza a fizikai testedbe, akkor elpazarolod ezeket az ajándékokat. Már eleget szenvedtél, és most, ha visszamész, látni fogod a szenvedés ajándékait. Ha nem mész vissza, akkor nem tapasztalod meg ezeket az ajándékokat. És így ebben a pillanatban úgy döntöttem, hogy visszatérek. Amint úgy döntöttem, hogy visszamegyek, éreztem, hogy apám és a legjobb barátom ezt mondja most, hogy tudod az igazat. Menj vissza, és félelem nélkül éld az életed. És abban a pillanatban éreztem, hogy visszatérek a kómából. Elkezdtem kinyitni a szemem, körülnéztem, és ott voltam abban a kórházi ágyban, abban a kórházi szobában, és a férjem Danny ott volt mellettem, és a kezemet fogva mosolyogni kezdett, amint kinyitottam a szemem. Anyám is ott volt, és a bátyám is ott volt. És még mindig nagyon bizonytalan, és nagyon zavarodott voltam. Olyan volt, mintha félig itt, félig ott lennék. És elkezdtem mondani, hogy rendben leszek. Apa itt van. Apa azt mondta, hogy ez nem az én időm. És természetesen senki nem tudta, hogy miről beszélek, de mindannyian annyira boldogok voltak, hogy kijöttem a kómából. Körülbelül másfél napig, 30-valahány óráig voltam kómában, hívták az orvost. Az orvos, aki bejött a szobába, az az orvos volt, aki csak akkor kezdett el kezelni engem, miután kómába estem. Ő volt az orvos, aki szolgálatban volt. És amikor bejött a szobába, a nevén szólítottam. Azt mondtam, jó napot, doktor Chem. És azt mondta nekem, honnan tudja a nevemet? És azt mondtam, nem ön az orvos, aki tegnap óta kezel engem? Hát, nem szívott le folyadékot a tüdőmből ma reggel, amikor elkezdtem fulladni? Azt mondta, honnan tudná, hiszen kómában volt. Nem tudhatja, hogy folyadékot szívtam le a tüdejéből. Kis összezavarodtam, azt kérdeztem, hogy kómában voltam. Nem is voltam tisztában vele, hogy kómában voltam, mert mindkét világ annyira összekeveredett a fejemben. Olyan volt, mintha félig itt, félig ott lennék, és teljesen össze voltam zavarodva. Aztán miután az orvos távozott, azt kérdeztem a férjemtől, hogy miért tűnt ilyen zavarodottnak. Nem ő az orvos, aki azt mondta neked, hogy nem is fogom túlélni a következő 24 órát? A férjem pedig azt mondta, hogy hallottad ezt? Még csak nem is a szobában mondta. A folyosón mondta, kb. 40 lábnyira az ápolói állomáson. Én azt mondtam, igazán, megesküdnék, hogy láttam, ahogy ezt mondta neked. Ez volt az a pont, amikor körülöttem mindenki elkezdte felismerni, hogy valami történt. Én is ekkor kezdtem rájönni, hogy igen, én valahogy nem voltam a testemben. És akkor kezdtem el beszélni róla. A második vagy harmadik napra igazán eufórikus hangulatba kerültem,
Kezdett leülepedni, hogy visszatértem, és hogy jártam a másik oldalon. Fel akartam ülni, ki akartam húzni az összes csövet, és mondtam az orvosoknak és a családomnak, hogy jól vagyok, jól leszek. Apa azt mondta, hogy ez nem az én időm, és jól leszek. De az orvosok nagyon óvatosak voltak, azt mondták a családomnak, hogy az én állapotom még mindig nagyon-nagyon kritikus. De a harmadik vagy negyedik napra mindenki kezdett meggyőződni róla, mert igazán eufórikus voltam, fel akartam ülni, és egyre erősödtem. És az ötödik napra az orvosok valójában láthatták, hogy a daganatok zsugorodnak. Csak tapintásra úgy tűnt, hogy a daganataim körülbelül 60-70%-kal zsugorodtak. Körülbelül egy hétre rá teszteket készítettek, röntgenfelvételeket és vizsgálatokat végeztek, és látták, hogy a daganatok gyorsabban szívódnak fel, mint ahogy valaha is láttak daganatot felszívódni. Három héten belül nem találtam a rák nyomait a testemben. Csak arra vártak, hogy fizikailag erősödjek, mielőtt elhagytam volna a kórházat. Tehát fizioterápiás és hasonló kezeléseket végeztem. De az orvosok nem voltak meggyőződve arról, hogy a rák eltűnt, és csak csinálták a teszteket. Tiltakoztam a tesztek ellen, mert nagyon fájdalmasak voltak. Nyírokcsomó biopsziákat, csontfelő biopsziákat csináltak, amelyek mind nagyon fájdalmasak voltak. Ekkor valóban tiltakoztam ellenük. De ma örülök, hogy minden lehetséges tesztet elvégeztek, mert az orvosi nyilvántartásom igazolja, hogy mi történt velem. Az ötödik hét végén fizikailag erősebb voltam, és valóban nem találták a rák nyomát a testemben, ezért engedték, hogy hazamenjek, és éljem a rákmentes életemet. Beszélj nekem a félelmekről, amelyeken keresztül mentél. Tudom, hogy azt mondtad, hogy csak a ráktól félsz, hanem a kezelésektől is, mert látod a barátodnál. Tehát beszélj nekem a félelmekről, amikről azt gondolod, hogy ez a félelemmel teli gondolkodás vezetett oda, ahol voltál. Az egyik dolog, amiről határozottan hiszem, hogy a rákomat okozta, a félelem volt. Teljesen félelemmel teli életet éltem. Valójában egész életemben mindig azt éreztem, hogy nem illeszkedek be, és hogy dolgoznom kell azért, hogy elfogadjanak. Mindig attól féltem, hogy az emberek nem szeretnek. Mindig féltem az elutasítástól, és hogy nem fogadnak el. És mindig attól tartottam, hogy nem vagyok elég jó. Mindig az emberek kedvére próbáltam tenni, mindig úgy viselkedtem, mint egy lábtörlő. Szóval az egész életemet félelemben töltöttem. Aztán felnőttként végignéztem, ahogy a legjobb barátom rákos lesz és meghal a rákban, és ez nagy félelmet keltett bennem. Elkezdtem félni a ráktól, a rák kezelésétől, mert ő megkapta ezt a kezelést, amelyet a pénzzel meg lehet venni, és mégis tovább romlott az állapota, és meghalt. És figyeltem, ahogy keresztül ment a folyamaton. Olyan hatalmas félelmet fejlesztettem ki a ráktól, hogy mindent felkutattam, amit meg lehetett tenni a rák megelőzése érdekében. És minél tovább kutattam, annál jobban féltem, mert megtudtam, hogy a növényvédőszerek az ételeinkben rákot okozhatnak, hogy a vízben található ólom és fluorid rákot okozhat, hogy a műanyag üvegből ivás rákot okozhat, a mikrohullámú sütő rákot okozhat. És ez így csak félelmet keltett bennem minden egyes dologról, ami a testembe került. Tehát elkezdtem úgy enni, amit nagyon-nagyon egészségesnek hívunk. Csak bioételeket ettem. Elkezdtem vásárolni mindenféle olyan kiegészítőt, amelyek állítólag megakadályozzák a rákot. Mindent, ami antioxidáns volt, megvettem, és mindent kutattam. És elkezdtem csak növényi alapú, organikus termékeket enni. És mindent, amit ettem, a ráktól való félelmemből ettem. Nem azért ettem ezeket az ételeket, mert sokáig akartam élni, vagy mert szenvedélyesen éltem az életemet, vagy mert szerettem ezeket az ételeket. Nem szerettem enni őket. És a legfontosabb dolog, amit megtanultam, mikor meghaltam, és abban a birodalomban voltam, az az volt, hogy minden döntés és minden választás, amelyet addig a pontig meghoztam, amíg a kórházi ágyban feküdtem, félelemből és nem szeretetből történt. És így attól a pillanattól kezdve
Elköteleztem magam, hogy amíg életben vagyok, addig mindent szeretetből fogok választani. Valaki olyan, mint én, aki intellektuálisan meg tudja érteni, hol voltál, és el tudja képzelni az egységet, a boldogságot és a tiszta szeretetet, amit éreztél, igazából hogyan építse be ezt, és gondolja, hogy rendben, nincs mitől félni, hogyan emlékezzünk erre és építsük be? Bár azoknak, akiknek még nincs ilyen tapasztalata, nehéz igazán érezni, amit éreztem. Ez az egyik oka annak, hogy megosztom a történetemet, hogy az emberek tudják, hogy van még valami. Sokkal több, anélkül, hogy át kellene mennünk azon, amin én átmentem. Emlékszem, az egyik dolog, amit éreztem, amikor visszatértem a másik birodalomból, a fő dolog, amit éreztem, az volt, hogy ezt miért csak a halálon túl tudom megtapasztalni. Mi lett volna, ha nem jövök vissza? És hogyan lehet, hogy ezt csak azután tudjuk meg, miután meghalunk? És akkor rájöttem, hogy valójában úgy születünk, hogy ezt tudjuk. Úgy születünk, hogy tudjuk, hogy szeretet vagyunk. És hogy mi is szeretve vagyunk. Úgy hiszem, úgy születünk, hogy tudjuk, kik vagyunk valójában, de aztán, ahogy megyünk előre az életben, ez elkezd elkopni, és félni kezdünk, mert a félelem táplálékára vagyunk kondicionálva. Az oktatásunkkal, a társadalmunkkal, a kultúránkkal kezdődik. Minél inkább félelemre vagyunk kondicionálva, annál hamarabb elfelejtjük, kik vagyunk valójában, mert a szeretet és a félelem nem létezhet egyszerre. Ez vagy egyik, vagy másik. Arra születünk, hogy tudjuk, szeretet vagyunk, és szeretetből származunk, de a félelem elkoptatja ezt. És kormányaink félelemmel töltenek meg minket, társadalmaink félelemmel töltenek meg minket, oktatási rendszerünk félelemre épül, a versenyre és az előlépésre épül, orvosi rendszerünk a félelemre épül, a jólét támogatása helyett inkább a betegségtől való félelemre. Még a vallásaink is mind félelemre, a túlvilágtól való félelemre épülnek, pedig a túlvilágtól valójában nem kell félni. Tehát, amikor megosztom a történetemet, nem gondolom, hogy az emberek valami újat hallanak. Amit észrevettem az az, hogy emlékezteti az embereket valamire, amit már tudtak. És ezért osztom meg, mert úgy érzem, hogy kivált valamit belőlük, és visszaemlékeznek valamire, amit már tudtak, mikor idejöttek. Ezt figyelembe véve, egyértelmű volt-e, hogy mi az élet célja? Úgy gondolom, hogy azért jöttünk ebbe az életbe, hogy megtapasztaljuk a fizikai létet. Mivel abban a birodalomban nincs fizikai testünk, nincs biológiánk. Nincs meg az érzelmek olyan teljes skálája, mint ami itt van. Abban a birodalomban minden, amit érzünk, a feltétel nélküli szeretet. Nincs ítélet, nincs féltékenység, nincs verseny. Tehát azért jövünk ide, hogy valódi élettapasztalatokat szerezzünk. Mert emlékszem, amikor először visszatértem, úgy éreztem, én döntöttem úgy, hogy visszajövök. Még a negatív tapasztalatokért az életben is hálás lennék, hogy lehetőséget kaptam a megtapasztalásukra. Minden tapasztalatunk ajándék, mert úgy döntöttünk, hogy idejövünk, és megtapasztaljuk. Most visszatekintve látom, hogy még a rákom is ajándék volt, mert az vezetett oda, ahol ma vagyok. Milyen az étrended most? Tudom, hogy már nem élsz félelemben, de betartasz valamilyen étrendet vagy testmozgási tervet? Mi a fitness rendszered? Tehát manapság, jó lehet nagy rész, azt választom, hogy egészségesen étkezek. Azért választom, mert szeretem az életem. Szenvedélyes vagyok az életemmel, és azzal kapcsolatban, amit csinálok. Szeretem, amit csinálok. Ezért egészséges akarok maradni. Sokáig akarok élni. Igazán. De ugyanakkor nem féltem az egészségemet. Nem félek a ráktól. Egyáltalán nem félek az ételektől. És tudom, hogy a legfontosabb a szórakozás, hogy megtaláld a szenvedélyed, megtaláld az örömöd. Így, amikor barátokkal vagyok és jól szórakozunk, megiszom egy pohár pezsgőt, vagy ezek egy desszertet, és élvezem, feltétlenül élvezem az összes falatot. Mivel rájöttem, mik a legfontosabb dolgok, az első az életélvezete, mert az öröm, a móka és a nevetés gyógyítása,
gyógyító, mint bármi más, mint bármely gyógyszer, mint bármely meditáció, ima, éneklés vagy egészséges étel. És a második számú dolog, hogy hallgatok a testemre. Tehát, a testem valójában elmondja nekem, mire van szüksége, vagy ha mozogni akar, vagy egy bizonyos típusú ételt akar enni. És néha, amikor sokat utazok, nincs nagy kontrollom, és a szállodákban vagyok, de amikor hazaérek, a testem valóban elmondja nekem, hogy mozogni akar, vagy nyújtani, vagy jógázni. És nem követek semmilyen konkrét tervet, semmiben. De, hogy egy példát hozzak, egy alkalommal emlékszem, hogy nagyon-nagyon fáradtnak éreztem magam, és nem igazán hangolódtam rá a testemre. Elmentem megkérdezni egy természetgyógyászt, és azt mondtam neki, hogy nagyon fáradtnak érzem magam. Van valami, amit javasolsz? Tehát a természetgyógyász előírt nekem egy méregtelenítő programot, és a természetgyógyász azt mondta nekem, hogy mindez az utazás miatt van, és az ételek miatt, amit eszek, ami valószínűleg igaz volt. De nem hangolódtam a testemre, és követtem a természetgyógyász méregtelenítő programját, ahol tisztán növényi alapú ételeket kellett enni, és nagyon sok csomagolt por és hasonló dolog volt. És körülbelül 10 napig követtem, és ahelyett, hogy jobban éreztem volna magam, valójában rosszabbul lettem. És a természetgyógyász azt mondta nekem, hogy csináljam tovább, mert a testem méregtelenít. Szóval csináltam tovább, nem hagytam abba, folytattam a spirált lefelé. Tehát végül csak abba kellett hagynom, és befelé figyeltem. És azt mondtam, hogy rá fogok hangolódni a testemre. Nem tudtam továbbra is esélyt adni ennek. Ráhangolódtam, és a testem elkezdett képeket mutatni. Vagy az elmém kezdte azonnal a főtt tojás és a hal képeit mutatni nekem. És így arra gondoltam, hiányzik a fehérje. Mert teljesen növényi alapú étrendet tartottam, sok port és más egyéb dolgot vittem be. Tehát rögtön elmentem a konyhába, főztem 2 tojást, megettem őket, és azonnal jobban éreztem magam. És így rájöttem, hogy bár meg kellett tisztítani az étrendem, én nem tudok megszabadulni a fehérjétől. Én olyan vagyok, akinek kell halat, tojást és hasonlókat enni. Tehát a legfontosabb dolog, amit mondani akarok, hogy egy méret nem felel meg mindenkinek. Hajlamosak vagyunk arra, hogy amikor rosszul érezzük magunkat, akkor kifelé tekintünk, és elkezdünk kutatni. Az interneten keresgélünk, megkérdezzük az embereket, akiket szakértőnek gondolunk, de nem biztos, hogy az összes kívülről érkező információ megfelelő lesz számunkra. Lehet, hogy nem nekünk lett kitalálva. Minél többet keresünk kívül, úgy vettem észre, hogy annál jobban össze tudunk zavarodni. Mert minél többet keresel az interneten, annál inkább találsz olyan információt, ami ellentétes azzal, amit előtte találtál. Mindig ellentmondásos információkat fogsz találni, tehát mindig azt javaslom, hogy fordulj befelé. Visszaesel olyan pillanatokba, amikor a gondolataid újra félelemmel telivé válnak? És ha igen, hogyan mész keresztül a félelmen? Vannak olyan pillanatok, amikor azon kapom magam, hogy újra félelmet érzek. Ahogy észrevettem, ez általában kimondottan ahhoz a tényhez kapcsolódik, hogy ahogy egyre jobban és jobban nyilvánosság előtt vagyok, úgy félek attól, hogy csalódást okozok az embereknek, vagy elégedetlenek lesznek. És így minél inkább felismernek nyilvánosan, annál inkább felbukkan ez. Ez olyan, hogy Istenem, mi van, ha a következő dolog, amit teszek, vagy mondok, vagy mi lesz, ha amit készülök megosztani, csalódást okoz az embereknek, vagy elégedetlenséget vált ki. És így ezen keresztül megyek, majd a következő dolog, amit mondok magamnak, az az, hogy mi az üzenet? Az üzenetem az, hogy legyél önmagad, félelem nélkül. Éld az életed, és legyél autentikus. Tehát mindig úgy érzem, olyan helyzetben vagyok, amikor választanom kell, hogy azt adom a közönségnek, amit hallani akarnak, vagy azt, amit úgy érzem, az az igazságom, és amiben hiteles vagyok. És ami igazán kordában tartja ezt, az az emlékezés arra a személyre, aki én voltam, a félelemmel teli ember, aki félt hitelesnek lenni, az az ember, aki rákos lett. Soha nem akarok visszatérni oda, hogy újra az az ember legyek.
Tehát amikor olyan helyzetbe kerülök, ahol azon gondolkodom, hogy csalódást fogok-e okozni, akkor azt mondom magamnak, hogy félelem nélkül kell élnem az életem. Hitelesnek kell lennem. Annak kell lennem, aki vagyok. Nem akarok visszatérni oda, hogy újra az az ember legyek, tehát szabadnak lenni azt jelenti, hogy szabadnak lenni attól, hogy csalódást okozzak. Ha arra gondolok, amikor az elrendezett házasság előtt álltam, ha abban az időben jobban féltem volna attól, hogy csalódást okozok a társadalomnak, a közösségnek, az én családomnak és az ő családjának, akkor beleragadtam volna abba a házasságba. Nem tudom, mi késztetett, hogy meghozzam azt a döntést, de valami kiváltotta. De amikor a másik birodalomban voltam, abban a pillanatban arra gondoltam, hogy megítélnek érte, mert azt hittem, hogy valami rosszat tettem. Szégyent hoztam mindenkire. De a másik birodalom tisztaságában, amikor láttam az egész életemet, rájöttem, hogy még az is, amit tettem, tökéletesen illeszkedett a nagy képbe. Tökéletes volt, mert lehetővé tette, hogy találkozzak a férjemmel, és ugyanakkor, bár megsértettem a vőlegényem családját, ami történt a családjával és a közösségemben, az arra késztette az embereket, hogy másként tekintsenek az elrendezett házasságokra. Más nőket, akik utánam jöttek, vakmerővé tett, hogy felálljanak, és azt mondják, nem, nem akarunk elrendezett házasságot. Ez arra késztette a közösségemben lévő fiatal férfiakat és nőket és a szüleiket, hogy másképp tekintsenek a helyzetre, és másképp beszéljenek a gyerekekkel. Tehát valójában a dolgok nagy rendszerében, a nagy képben tökéletes volt, amit tettem. És amit tettem, hiteles volt, bár akkoriban rosszul éreztem magam. Annyi félelem van a negyedik stádiumos és a végstádiumos rák körül. Hogyan változtathatjuk meg ezt a félelmet arról, hogy a negyedik stádiumot automatikusan a halálhoz kapcsolják a reményre, hogy ez még nem a vége? Maga tehetetlen lehetsz, és tele lehetsz citromméretű daganatokkal, amelyek 3 hét alatt felszívódnak. Tudom, hogy sok a félelem a rák diagnosztizálása körül, különösen, ha negyedik stádiumú rákot diagnosztizálnak, harmadik vagy negyedik stádiumot, és azonnal asszociáció van az, hogy meg fogunk halni. Meg fogok halni. Tehát először is az orvosok körében dolgozó emberekhez, az orvosokhoz és az onkológusokhoz akarok szólni. Úgy érzem, hatalmas mértékben, igazán hatalmas mértékben hozzájárulnak a félelemhez. Mert amikor az orvos diagnosztizálja a harmadik vagy negyedik stádiumú rákot, akkor az orvos maga is félelmet érez. És amikor az orvos félelmet érez, a beteg azonnal átveszi azt. Úgy érzem, hogy a ráktól való félelem valójában nagyobb, mint a rák maga. És nagyon gyakran, amikor az orvos azt mondja, hogy nincs rá gyógymód, akkor ez alatt valójában azt érti, hogy a nyugati orvoslásban, az onkológiában nincs rá gyógymód. De ez nem azt jelenti, hogy valóban nem létezik rá gyógymód. Valójában sokkal több lehetőség van, mint hinnénk. És az onkológia vagy a nyugati orvoslás csak egy a sok lehetőség közül. És csak azért, mert a nyugati orvoslásnak nincs rá gyógymódja, ez a félelem azonnal tovább terjed ránk és a társadalomra. Hogyan tudja a személy vagy a szerettei annak, aki megkapja a diagnózist, átfordítani az elméjét a reményre? Amikor az emberek azt mondják nekem, hogy rákkal diagnosztizálták, vagy hogy a szeretteiket rákkal diagnosztizálták, akkor elsőként azt mondom nekik, hogy ne összpontosítsanak a rákra. A rák megszállottja voltam, amikor diagnosztizáltak, de azt mondom az embereknek, hogy ne összpontosítsanak a rákra, összpontosítsanak az életre. Fókuszáljanak valamire, ami örömet okoz. Összpontosítsanak a szerelemre, a szeretteikre. Egyébként is ezt kellene tennünk, függetlenül attól, hogy van-e rák vagy sem. A nagy hiba, amit vétettem, az volt, hogy a rák megszállottja lettem. Azt tart minket félelemben, hogy a betegség megszállottjai leszünk. Tehát összpontosíts arra, ami örömet okoz neked. Összpontosíts az emberekre, akiket szeretsz, és azokra az emberekre, akik szeretnek téged. És minden napot olyan dolgokkal tölts, amiktől jól érzed magad.
és ha támogatod egy szerettedet, akinek rákja van, ösztönözd őt is erre. És még akkor is, ha kezelésekre kell járniuk. Akkor is, ha kezelésekre kell járnod. Csak csinálj úgy, mintha ügyeket intézni mennél. Ne ez legyen a napod fókuszpontja. És természetesen ne tedd a betegséget a napod fókuszpontjának. Az orvosi közösség tagjai közül néhányan, amikor először elolvasták a történetemet, valóban azt mondták, hogy a történetem megosztása veszélyes, mert hamis reményt ad az embereknek. Amit ezzel kapcsolatban szeretnék mondani, az az, hogy miért veszélyes az embereknek reményt adni. Miért tekintik hamis reménynek? Mert mindegy, hogy egy napod, egy hónapod vagy egy éved van, mindig reménykedni kell. Ha nincs reményed, elveszíted az élni akarást. És ha valójában azt érzem, hogy amikor egy orvos azt mondja, hogy csak 3 hónapod van, 3 heted, az veszélyesebb, mert elveszi a reményt az emberektől. Annyit változtatnék azon, hogy az orvosok hogyan kezelik a betegséget. Mindenekelőtt eltávolítanám a remisszió szót a szókincsükből, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes szó. Félelemben tartja az embereket, hogy a rák visszatér, és maga ez a félelem az, ami elsősorban hozzájárul ahhoz, hogy megbetegedjünk. Tehát amit általában azt mondom az embereknek, akiknek azt mondták, hogy remisszióban vannak, először is azt mondom nekik, hogy végeztél a rákkal, és másodszor azt mondom, gondolj arra, hogy a remisszió szó valójában azt jelenti, hogy emlékszem a küldetésemre. Tehát itt az idő, hogy menj és emlékezz a küldetésedre, mert végeztél a rákkal. És ez valóra válik. Ez a nocebo, placebo hatás. Pontosan. És valójában mindannyian ismerjük a szuggesztió erejét, amelyet az orvostudományban valójában placebo hatásnak hívnak. És ez tudományosan bizonyított. És valójában, amikor az orvosok azt mondták nekem, hogy 3 hónapom van hátra, az egészségem sokkal gyorsabban romlott, addig, amíg nem éltem a halál közeli élményemet, és rájöttem, hogy még nem jött el az én időm. Szeretem azt a tényt, hogy tudod, hogy azt mondtad, az öröm és a nevetés fontosabbak, mint a tényleges kezelés, vagy ima, vagy bármi más. Ez adja a reményt. Emlékszel a küldetésedre. Az életedre helyezed a figyelmedet. Pontosan. Szeretem ezt. Tudom, hogy az orvosok jót akarnak, és többségük azért kezd az orvoslásba, hogy segítse az embereket. De néha az iparág szabályozza őket. És az orvosok, akik engem kezeltek, nagyon kedvesek voltak, de nagyon várom a napot, amikor a betegséggel küzdő ember, ha orvoshoz fordul, akkor olyan kérdéseket kap, mint például, hogy nemrégiben szenvedette valamilyen traumát. Van-e olyan az életében, akit szeret, és aki szereti? És hasonló kérdések inkább, mint hogy az orvosok csak a testre fókuszáljanak, és a testet manipulálják, mivel valójában a betegség nem a fizikai testben kezdődik, valahol sokkal mélyebben, sokkal ezoterikusabban kezdődik, érzelmi és spirituális területen kezdődik, és mi erre nem is figyelünk, csak annyit teszünk, hogy a testre nézünk, és a testet manipuláljuk, amikor valójában a test az utolsó hely, ahol ez megjelenik. Ha egy orvos végleges prognózist adott neked, mindaddig, amíg lélegzel, mindig van remény. Senki sem tudja megmondani, mikor fogsz meghalni. Senki. És erre én vagyok az első bizonyíték.